Na, sziasztok! Visszajöttünk a kutyafuttatóról, és akkor most nekiállunk kicsomagolni ezt a nagy dobozt. Ez a ilyen Diavellens cuccok jöttek benne, és hát akkor kinyitjuk, megnézzük, hogy valóban benne van minden, amit rendeltünk. Hát ezt elég sok, több mint egy hete, úgyhogy nagyon sok időbe telt, amit kiszállították. Azt hittem, hogy hamarabb fog menni, de sajnos nem. Hát ez nagyon hosszú ideig tartott, amíg kiszállították. Hát minden jó be van csomagolva. Itt van a számla. Hát jó sok mindent rendeltem, majd meg ellenőrizzük, hogy minden benne van-e. Igazából ilyeneket rendeltem, hogy ilyen életmódváltó, szakácskönyv, piskóta liszt, csokis hideg puding, pizza liszt, ez mind ilyen diavellneses. Aztán bögrés, buci, élesztőmentes, diavellness, igen, lisztkeverék, tehát elég sok minden van. Hát akkor nézzük meg. Jaj, ez nagyon jó. Na, itt van ez az életmódváltó szakáskönyv. Hát ez tuti, hogy ugye ez megérkezett. Szénhidrát a túlsúly csökkentésbe. Epres joghurtos szelep. Például van itt egy ilyen csak új kapásból. Hát ez nagyon klassz. Na, ebből már muszáj a Diavellness pizzás csiga, tessék. Hát ilyet csinálnom kell, mert ez annyira buszta. Na, szóval ez az egyik, ez volt az életmódváltó könyv, és ilyen alaposan be volt csomagolva, és ezeket én régen nagyon szerettem így kigyúrogtatni, néha most is, de inkább most ezt nem. Közben iszogatom a teámat ebből a helyes bögréből, az előbb főztem, ez a cicás bögre. Annyira hideg volt a kutyafuttatón, hogy csak na, és nem volt egy vadkutya se, volt még egy border collie. Na, nézzük! Azt mondja, ez egy száraz tészta, csökkentett szénhidrát tartalommal. Ilyet lehet kapni mondjuk a Auchanba is. Akkor cukorhelyettesítő, eritrit és stevia alapú, ez egy a négyhez, igen. Ez jó édes egyébként, ez már még talán nekem is van, akkor van ilyen palacsinta alap. Tegnap voltunk a Hűvös Völgybe, illetve a Szép Juhásznénál, és ott volt egy büfé, és vettünk mindenkinek kettő palacsintát, sima fehérlisztes, 650 forint volt egy adag, az két palacsintát tartalmazott, meg még egy kávé, 1700 valamennyi volt, tehát az se volt olcsó. Akkor van itt egy ilyen granola, ropogós sült műzli, ilyen. Ez almás fahéjas, nagyon guszta. Ilyet még nem is ettem soha. Akkor van itt egy olyan, hogy granola almás fahéjas, még egyszer. Aztán van pudingpor vanília ízű. Igen. Pudingpor vanília ízű. És van puding, por, csokoládé ízű, ilyen, nem kell, mit kell tudni, édesítőszerekkel, igen, főzés nélkül elkészíthető, az jó, ha nem kell főzni, az csak jó. Na, akkor itt van egy ilyen jó nagy liszt, ez pizza tészta liszt, ilyen jó nagy, Dacival ez egy kilós. Aztán van itt, ez szerintem ilyen csoki gyöngy, vagy csoki csepp, sütésálló, Diavellness. Ilyen kis cukormentes, és mindenféle ilyen muffinba, meg ilyen sütikbe is bele lehet rakni.
Aztán van itt Dia Wellness muffin por. Na, ez fél kilós csomagolás. Ez is csökkentett szénhidráttartalommal. Aztán van itt egy élesztőmentes bögrés buci mix. Cink és ásványi anyagokkal. 40 perc alatt kész. Egy ilyen bögrés buci mix. Két darab 300 g-os élesztő nélküli buci elkészítéséhez jó. Fehérjében gazdag élelmirost forrás. Igen, aztán van Dia Wellness 50 liszt keverék, 50%-kal kevesebb van a sima búzaliszthez képest a szénhidrát tartalom. Úgyhogy ez is egy búzaliszt, búzafehérje élelmi rost. Tehát 352 kalória van 100 g termékben. Dia Wellness 500. Aztán van itt fagyipor, csokoládé, ez is édesítőszerekkel csökkentett szénhidráttartalma, és csak tej hozzáadása szükséges. Édesítőszer. Igen, eritrit, szilit és maltidot tartalmazó ételek fogyasztása. Tehát ez kevesebb kalória. Ez szuper. Aztán van itt piskóta liszt, ez is csökkentett szénhidrát tartalommal, Dia Wellness piskóta liszt. Hát igen, ebből lehet csinálni, van nekem egy csomó lekvárom, amit még én főztem. Baraszka lekvár is van, meg szilva lekvár, és akkor itt van még egy ilyen finomság, ez is be van csomagolva. Hát ez vagy valami mézpótló, úgy emlékszem, vagy pedig lehet, hogy ilyen mogyorókrém, valami csökkentett szénhidráttartalom. Nem tudom, már nem emlékszem, és most nem akarom el... Aha, ez egy mogyorókrém lesz. Minden jó, beszomagoltak ilyen atom biztosra, hogy még életem is se törjen össze. Hát igen, nagy kár lenne, hogyha eltörne. Próbálom jól kinyitni. Na nézzük. Na itt van. Hát igen, mondjuk az a helyzet, hogy azért ezekből se lehet hétpofára enni, csak úgy szolidan. Mogyorókrém. Dia Wellness, mogyorókrém. Wellness. Dia Wellness. Hát növényi zsír. Oligofruktóz, inulin, édesítőszerek, maltit, szukaróz, mogyorópék, zsírszegény, kakaópor, tejfehérje, rezisztens, keményítő, aroma, emulgáló szer, szója, energia, 503 kalória van 100 g termékben. Hát, biztos kevesebb, mint a sima mogyorókrémbe. Úgyhogy ezek voltak a dobozba. Ez a doboz jó lesz majd a Lüszikének, mert szereti az ilyen dolgokat. Itt a végén meg van egy tépor, 2,5 liter tojásfehérjével dúsított ital készítése, ez ilyen tépor. Olyat is lehet kapni. Úgyhogy ezeket vettem, és most gyorsan megnézem a számlát, hogy megvan-e minden. Életmódváltó könyv meg volt, cukorhelyettesítő, palacsintapor, spagetti, igen, vaníliás hidegpuding, csokis hidegpuding, pizzaliszt, étcsoki cseppsütés álló, mogyorókrém, muffinpor, granola, fahéjas almás, abból ugye 2, bögrés, puci, élesztőmentes, piskóta liszt és Dia Wellness csoki fagyipor. Ez mind összesen volt 21.036 forint, és tulajdonképpen így a szállítás úgymond ingyenes volt, nem kellett érte fizetni,
és szerencsére a férjem éppen itthon volt, mert én éppen akkor az uszodában voltam, de telefonált a futár, és akkor át tudta venni a férjem. Úgyhogy most már csak sütni kell, meg főzni kell. Úgyhogy én most le is zárom ezt a mai napot. Szerintem jól elfáradtam, már összeraktam holnapra az úszócuccot, mert holnap is megyek az úszodába. És remélem, hogy nem lesz nagy vihar, mert nagyon rossz időt jósolnak. Úgyhogy remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb. Egészségetekre! Ez a kis bugyuta cica van itt rajta. A Lüszikét most nem mutatom meg, mert elbújt már. Van neki a cica hordozó, és az nagyon tetszik neki, oda bújt bele, és most ott alszik. Most nincs kedvem kiszedni onnan, de majd legközelebb, ha ébren lesz, akkor majd megláthatjátok ti is. Na, sziasztok!